Dudás Lili és Kispál Domonkos a színpadon. Kódjuk a 10-es. Szavazzanak, kedves nézőink, a kód a 10-es. Dudás Lili és Kispál Domonkos, egy nagyon picit gyertek hozzám közelebb, és hallgassuk meg együtt Kocsis Anikát. Ahogy néztem a kis filmeteket, és láttam, hogy a Domonkos hozza be azt a sok cullangot magán, eszembe jutott a férjem, mi is mindig így nézünk ki, és megvallom őszintén, hogy egy táncosnak nagyon jó erőlétben kell lenni, és ez most látszott a táncodon. Úgyhogy jót tett a cipekedés, Domonkos. Így tovább, ez lovagias cselekedet is. Amit itt láttunk tőletek, egyszerűen le vagyunk nyűgözve itt a Gáborral, az Eredics Gábor bácsival itt mellettem, el vagyunk itt teljesen alélva, hogy olyan, és még tovább sorolhatnánk a sort, tehát olyan harmonikusan mozogtok, olyan szépen egy egyensúlyban van ez a fiú meg ez a leányka, hogy egyszerűen olyan, mintha egy yin-yang így egymásba talált volna, együtt egy nagy kerek egésszel. Gyönyörű volt a táncotok, nem is tudom, hogy mit lehetne hozzátenni. Jók voltak a lendületek, a fordulatok, és ami nagyon fontos és nagyon nehéz megfogni, sokszor elhangzik a zsűri szájából a stílus. Ennek a táncnak jó szaga volt, íze volt, stílusos volt. Nagyon tetszett a produkciótok. Biztos, hogy 10 pontot adok. Nem szoktuk elárulni, de biztos, hogy 10 pontot adok. Gratulálok! Köszönjük Kocsis Enikő lelkesedését! Zsurevszki Zoltán hallgat. Hát, valóban kis ügyesek vagytok. Táncra termettetek, tehát én nem akarok ebbe az erőbe belemenni, hogy most erős vagy, vagy nem vagy erős, szerintem erős vagy, pontosan erős vagy, el tudod vezetni a kis gyönyörű párodat, tehát, és az, hogy megcáfoljátok azt a szabályt, hogy a kicsik még nem tudnak páros táncot táncolni, szerintem tudnak. És azon gondolkodunk el, hogy miért 8, mindig 9-10 pontokat adunk most nektek, mert ez már a versenynek az a foka, amikor valóban itt már csak 9-es vagy 10 pontot, mindenki 10-et érdemel, de valamilyen módon megpróbálunk még belekötni abba a kis aranyos táncosba, mondjunk még valamit nekik, hát ha tudunk még valamit kicsikarni magunkból, de tényleg mindannyian fantasztikusak vagytok, vagy 9-es, vagy 10-es, tehát itt nem kérdés, mert nagyon ügyesek vagytok. Tehát én is ezt mondom, hogy lendületet, még ennek a táncnak nagy lendülete van különben, ennek az Ózdi-Benedeki területnek, tehát nagy lendület páros tánc között, majd még megjön az az erő, majd még megjön az a lendület, de már ott a csirája, mert olyan aranyosan néztek, hogy tényleg hazavinnélek és föltennélek a polcra titeket. Vagy inkább hagyd meg őket itt nekünk a színpadon. Eredicske. Egy mondatot hagyd mondjak. Olyan gyönyörűen táncoltatok, olyan harmónia volt valóban minden mozdulatokban, annyi segítőkészség, annyi figyelem egymás iránt, hogy szerintem a páros tánc az ezért jött létre, ezért létezik egyáltalán a világon, amit ti most ebből megmutattatok. Valóban a felnőtteknek, a felnőtt férfiaknak, nőknek, ti fiúk, lányok most példát mutattatok. Fantasztikus volt. Köszönjük szépen, nagyon kíváncsian várjuk a pontokat, ugye? Kocsis Enikőjé 10-es, ezt már tudjuk, de ezért kérlek, nyomd le. Így van, Eredics Gábortól. Csak 10-es van, nincs 11-es. Sebestyén Mártától. Ez egy nagyon finom, gyönyörű tánc volt. Szintén 10-es. Zsurevszki Zoltántól 9-es. És Salamon Beától 9-es, ami azt jelenti, hogy 48 pontotok van. Sejtitek, hogy mi a helyzet, ha a táblát megnézzük? Igen. Na mi? Hát, hogy 48 pontunk van, és Tamás nyerte meg 49-el. Tamás a biztos továbbjutó, de semmi nincs veszve, mert hogy nektek van egy kódotok, igaz? Ez hanyas? 10. És mit kell most mondani, belenézve a kamerába, a kedves nézőknek otthon? Az, hogy szavazzanak ránk a 10-es kódra. Így van! Én is csak csatlakozni tudok mindehhez, akkor nézzük a táblánkat. 48 pontot kapott tehát Dudás Lili és Kispál Domonkos erre a fantasztikus produkcióra.